A szeptember végén kezdődő és október 6-án záruló katari világbajnokság miatt szokatlanul hosszúra nyúlik az atlétikai szabadtéri szezon. A hétvégén már több versenyt rendeznek, köztük a 20 kilométeres gyalogló országos bajnokságot, amelyen a nyíregyházi Hellebrandt Máté betegség miatt nem vesz részt. Neki már megvan a világbajnoki szintje, rajta kívül Bakosi Péter és Szikszai Róbert is megcélozza a dohai VB-t, és persze a tokiói olimpiát is, amelyre már az idén lehet kvalifikálni. A Magyar Atlétikai Szövetség továbbra is támogatja egyrészt a szakosztályunkat, másrészt pedig ezeket a versenyzőket külön, tehát finanszírozza az edzőtábori részvételüket és a nemzetközi versenyekre való kiutazásaikat. És hát mi is megteszünk mindent azért, hogy ezek a versenyzők jól felkészüljenek. A dobók most vannak például edzőtáborban, Horvátországban, gyaloglók szintén Horvátországban, illetve Portugáliában készültek föl. És hát Peti pedig Németországban készült, és fog készülni még az elkövetkező időszakban, amelynek ezeknek a táboroknak, illetve a versenyeknek a finanszírozása részben a Magyar Atlétikai Szövetség, részben pedig a Nyíregyházi Sportcentrum költségvetéséből megy. A világbajnokság mellett univerziádét, európai játékokat, csapat Európa bajnokságot és korosztályos Európa bajnokságokat is rendeznek az idei évben. A nyíregyházi atléták közül többen is ott lehetnek majd ezeken a versenyeken. Az említett három versenyzőn kívül még Kerekes Dóra, Zsiga Kinga, Tasi T. Dávid és Tóth Balázs, akik szerepelnek a listán, és hát bízom benne, hogy ők ott is lesznek, hiszen a saját korosztályukban és versenyszámukban a legjobbak közé tartoznak. Vas László még elmondta, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum az elmúlt évekhez hasonlóan a debreceniekkel indít közös együttest a csapatbajnokságon.